Megint az optimális családtervezési szolgáltatással kezdem. Ha vannak állandó nézőink, kicsit reménykedem, azok lehet, hogy már unják, de én nagyon szeretném mindenki előtt világossá tenni, hogy a fogantatásra való felkészülés mennyire fontos, és ez a rendszer ezt a célt szolgálja. Most a családtervezési alkalmassági vizsgálatról, az első lépésről lesz szó, és ott látják, az utolsó helyen ott vannak az oltások. Tehát ma az oltásokról lesz szó. Tudják, amikor 1984-ben mi elkezdtük ezt a rendszert, akkor a legnagyobb problémát nekünk a rubeola jelentette. A rubeola volt az az első vírus 1941-ben, amit egy ausztrál orvos felismert, hogy fejlődési rendellenességet tud okozni a magzatban, ha a terhesség második-harmadik hónapjában történik a fertőzés. És ettől nagyon rettegtünk, mert a rubeola egy olyan betegség, amit úgy igazából kikérdezés alapján nem lehet tisztázni. Sokan azt hiszik, hogy átestek, de az nem is rubeola volt, akik meg azt hitték, hogy nem esnek át, azok meg átestek, úgyhogy csak vérvizsgálattal lehetett tisztázni, hogy valaki átesette, és aki nem esett át, azoknak oltást adtunk. De hál' Isten, 89 óta mindenki kislányt beoltanak, azóta ez a probléma nincs. De hát, ha megoldunk egy problémát, mindig jön egy másik. Itt van a bárányhimlő. Megint csak, amikor én fiatal orvos voltam, ez várandósokban nem fordult elő, ugyanis lényegében minden kislány átesett bárányhimlőn, ugye akkor a vérében meglent az ellenanyag, attól kezdve ő védett. Most viszont évente találkozok 5-10 olyan várandóssal, aki éppen bárányhimlő betegségben szenved. Valószínűleg ugye nincs testvér, megváltoztak a közegészségügyi viszonyok, tehát valamilyen oknál fogva a kislányok nem esnek át kislánykorukba, és akkor megkaphatják ezt várandóság alatt. Nagyon ritkán, de a vírus átmegy a magzatba, nem fejlődési rendellenességet, de betegséget okoz, olyat, mint a gyerekekbe, hogy a bőrükön hólyag lesz, aztán ez a hólyag hegesedik, és mivel ez a kis magzat olyan kis gyurma, ez a hegesedés például a csontfejlődését visszafogja. Nem szándékosan nem mutatunk önöknek ijesztő eseteket, de ezt a kislányt hagyd mutassam meg, mert egy olyan szép kislány, és végül is az édesanyja átesett bárányhimlőn, és ennek a következménye az, hogy nézzék meg a végtagját, hogy fityeg, mert ez a hegesedés a végtagját egy életre szólóan működésképtelenné tette. Ezért nagyon fontos, hogy azok a nők, akik kisbabára készülnek, és nem estek át gyerekkorukban bárányhimlőn, mert ezt lehet tudni, ezt az édesanyától meg lehet kérdezni, illetve a bőrükön esetleg ott vannak a bárányhimlő hólyagok hozta hegek, azok feltétlen oltassák be a fogantatás előtt magukat ezzel az oltással. Mert igaz, hogy bárányhimlőről beszélünk, de itt egy báránybőrbe bújt farkasról van szó. Tehát ez egy nagyon veszélyes kórokozó. Beszéljünk még az influenza oltásról. Egy óriási járvány volt 2009-ben. Tudtuk azt, hogy a várandósok sokkal sérülékenyebbek, inkább meghalnak. Tudtuk azt, hogy a anyai betegség okozta láz, növeli a fejlődési rendellenességek gyakoriságát. Tudtuk azt, hogy maga a vírus nem jut át a lepényen, tehát nem árt a magzatnak, ezért az influenza oltásnak nincs ártalmas hatása a várandósokra és a magzatjukra. Mégis Magyarországon a várandósoknak csak egy kis hányadát oltották be, és emiatt 5-20 éves, egészséges várandóst elvesztettünk. Meghaltak. Akkor, amikor tulajdonképpen egy évben ma már hál' Isten ott tartunk, hogy 2-3 várandóst veszítünk el nagyon súlyos betegségek miatt. És akkor itt volt egy megelőzhető baj, és azért, mert össze-vissza beszéltek az emberek, és ijeszgették a várandósokat, hogy nem szabad, pedig ez az az oltás, amit nem csak a fogantatás előtt, hanem a terhesség alatt is meg lehet kapni, mert veszélytelen, ki lehetett volna védeni ezt a bajt. És ez azért nagyon nagy baj, mert jó a szólásszabadság, de amikor szólásszabadság van, akkor mindenki össze-vissza beszélhet, mondhatják a hamisat, mondhatják az igazat, és megtévesztik a várandósokat, és engem az bánt nagyon, hogy ennek még az orvosok is bedőltek, és sokszor hallottam, hogy az orvos nem ajánlotta a leendő várandósnak, vagy a várandósnak az oltást. Ez nagyon nagy baj. Szeretnék kitérni két olyan oltásra, ami közvetlenül nem függ össze a várandósággal, de a nők egészségvédelme szempontjából azért nagyon lényeges.
Ma már biztosan tudjuk, hogy az egyik legrettegettebb női rák, a méhnyakrák, az bizonyos vírusokra vezethető vissza, mi úgy hívjuk őket humán papilloma vírusok, azért mondom többes számban, mert rengeteg van, a 16-os meg a 18-as az a leginkább rákokozó, és tudtak olyan oltást előállítani, amivel ez a betegség megelőzhető. Van olyan oltás, amikor a 10 éves, mondjuk a szűzlányoknak, hogyha majd később kezdik a szexuális életet, hiszen ez egy szexuálisan terjedő vírusról van szó, az megvédi őket, de lehet később is alkalmazni. Egyetlen baj van, hogy hát nagyon drága, és úgy sokszor az embernek az az érzése, hogy talán a gyógyszergyárak is, hogy úgy mondjam, jobban védhetnék a lakosság egészségét, és talán, hogy mondjam, olcsóbban is árusíthatnák ezeket az oltásokat. Aztán van egy másik, ami ügyében gyakran keresnek, ugye nagyon gyakori a nőknél a fertőzés, a nemi szervi fertőzés, és erre van most egy olyan oltás, amivel úgy helyre lehet állítani a hüvelynek a normális, mi úgy mondjuk flóráját. Ez nem védi ki a fejlődési rendellenségeket, de rendbehozhatja a nőknek ezt a gondját, és akkor könnyebb a fogantatás, és tudják, beszéltünk róla, hogy ezek a fertőzések, ezek ráterjedve a méhre koraszületést okoznak, tehát a koraszületés megelőzésében biztosan lehet szerepük. De harmadikként egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, ez az RH vércsoport, az RH vércsoport összeférhetetlenség. Amikor én fiatal orvos voltam, ez egy nagyon nagy gond volt. Ugyanis, hogyha az édesanyja RH negatív volt, és az édesapa RH pozitív volt, mivel ez a pozitivitásért felelős fehérje, illetve gén dominánsan öröklődik, a magzat nagy valószínűséggel pozitív volt. Na most az első terhességben ez még nem szokott gondot okozni, mert a RH negatív magzatnak a vörösvértestjei nem tudtak átmenni a lepényen. Akkor megszületik a kisbaba, leválik a lepény, és akkor viszont átkerül a vörösvértest az édesanyjába, felismeri, mint idegen, és elkezd ellenanyagot termelni. És akkor a második terhességben ezek az ellenanyagok már átmennek a lepényen, és az anyának ezek az ellenanyagjai elpusztítják a magzatnak a vörösvértestjeit. Ezért, amikor megszületik, nagyon-nagyon sárga, ez a sárgaság ugye azért van, mert ha elpusztul a vörösvértest, a vérfestékből lesz az az epefesték. Ez egy súlyos gond, mert ez a nagyon erős sárgaság például agyi károsodást okozhat. Aztán egy harmadik terhességben pedig már meg is öli a magzatot. Hát meg kell mondanom, sok ilyet láttam. Sok ilyet láttam. De hál' Isten. Tudják, közösen szoktuk szidni a magyar egészségügyet, de azért mondjuk meg azt is, hogy vannak nagy eredmények. Az, hogy a 70-es évek óta van egy oltás, ez az úgynevezett anti-D gamma globulin, amit minden RH negatív nőnek meg kell kapnia, most akár szülés, akár spontán vetélés, akár abortus, sőt, még magzati vizsgálatnál, amniocentézisnél is, ez azt jelenti, hogy nem alakulhat ki az RH negatív anyában az az ellenanyagtermelés, amely majdani RH pozitív magzatját bántja, károsítja. Ez egy óriási eredmény, mert azért, amikor én fiatal orvos voltam, azt kell mondanom, hogy havonta találkoztam ilyen gonddal, és hál' Isten ez a gond megoldódott. És úgy gondolom, ez egy ragyogó példa annak a kicsit ilyen szólamszerű mondásnak az igazolására, hogy a megelőzés az mennyivel jobb, mint a már bekövetkezett betegségek kezelése, gyógyítgatása. Igen, az oltások a legfontosabb eszköz jelentik a kezünkben, hogy megelőzzünk bizonyos bajokat.